Ez a Millás reggeli továbbra is, és megnézzük egy kutatás alapján, hogy ki, hova, merre, meddig, miért nyaral. Forrás Dávid, a Bank 360 tartalomfejlesztési vezetője lesz ebben a beszélgető partnerünk. Szia, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt kívánok! Na, hogy készült a felmérés? Mit mutat nekünk? Igen, hát azt kutattuk, hogy itt a most már közel ilyen másfél éves járványos időszak után milyen nyaralási tervei vannak a válaszadóknak. Magát a kérdőjeles felmérést azt egy okostelefonos applikációval végeztük, és hogy az eredmények az a 16 és 59 év között az okostelefonnal rendelkező magyarországi lakosságra reprezentatívak. És ennek keretein belül egyebek mellett azt is vizsgáltuk, hogy mennyi pénzt fognak áldozni a válaszadók a nyaralásra. Igen, és de mielőtt ebbe belevágnánk, menjünk kronológiai sorrendbe, hogy egyáltalán megyünk-e nyaralni? Szerencsére azért sokan lesznek, akik menni fognak nyaralni. Ugye mi azt vizsgáltuk, hogy a nyári három hónapban terveznek-e a válaszadók nyaralást. Itt 37% mondta, hogy tervez, de belföldön. 9% mondta, hogy tervez, de külföldön. És 8% volt, aki belföldön és külföldön is nyaralást tervezett. 46% meg akkor nem megy nyaralni. Ha jól számol. 46% azt, igen, 46% úgy nyilatkozott, hogy idén nem fog. Igen. Nyaralni. Engem meglepett az a megállapítása a kutatásnak, hogy a nemek között mekkora a szóródás. Hogy ez miért lehet, meg mekkora tulajdonképpen, meg külön megkérdeztétek a nőket és a férfiakat is. Igen, tehát itt találtunk jelentős különbséget. Ugye a nőknek több mint a fele, 53% mondta, hogy nem fog menni nyaralni, és a férfiaknak ez csak 39%-a. Hát ugye rákérdeztünk arra is, hogy hogyan, kivel mennek nyaralni, és ugye viszonylag sokan fognak indulni nem családdal, vagy családtaggal, vagy romantikus partnerrel, hanem baráttal, vagy barátokkal lesznek egyedül, vagy társasutazáson vesznek részt, és ugye ez okozhat némi eltérést abban, hogy férfiak és nők mekkora részben indulnak. Ha belföldön és külföldön nyaralóknál, mik az úti célok? Ezt külön szedtétek-e? Igen, a belföldet azt nem szedtük külön, tehát ott a belföld az belföld. Belföld az belföld, határainkon belül. A legnépszerűbb országok azok olyan nagy meglepetést nem okoztak, tehát az összes olyan választadó, aki külföldre vagy külföldre is megy nyaralni, ő nekik a 27%-a indul Horvátországba, 16%-uk Olaszországba, és Ausztria szerepel még jelentős százalékban a listán, oda 7% indul. Hiányolom a görögöket, ez meglepő, hogy Görögország. Ez talán lehet, hogy messze van, és nem szerepelnek olyan messze. Jól, igen. Hát igen. Most igen, repülővel nincs messze. Igen, nincs olyan messze, még Görögországot is, Spanyolországot is, amik ilyen tradicionálisan népszerű célpontok. Az biztos, hogy most sokan preferálják azokat az országokat, ahova autóval igen, el lehet jutni. Ez gyakorlatilag is. Voltak rosszabb tapasztalatok abban, hogy mondjuk változnak a hazatérési szabályok, ahol autóval gyorsan haza is lehet jönni. Tehát mi valami ilyesmi tendenciákat látunk az adatok mögött, de még egyszer mondom, erre nem kérdeztünk. Jó, utasbiztosítás meg a büdzsé, most már térjünk rá pénzügyekre. Aha. Pénzügy, igen. Hát ugye rákérdeztünk, hogy utasbiztosítási védelemmel fognak-e utazni a válaszadók. Itt azt láttuk, hogy kb. 53%-a az utazóknak nem fog utasbiztosítást kötni. És 53% nem fog biztosítást kötni? Igen, mondjuk ebben benne vannak
a belföldiek, igen, ami hagyományosan nem nagyon igen, nagy piaca az utazási biztosításoknak. Igen, 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 és azért, hogyha ha csak azt vizsgáljuk, hogy akik külföldre indulnak nyaralni, az esetükben ez az arány azért 22%-ra csökken. Ezen kívül 48% mondta, tehát majdnem minden második utazó, hogy külön köt utasbiztosítást, és 15% mondta, hogy bankkártyába építette biztosításra is van, sőt, még költ külön utasbiztosítást is. Tehát azért azt látjuk, hogy aki külföldre megy nyaralni, az duplán biztosítja magát, igen. Hát egy rész, igen. Igen. Mennyit költünk a nyaralásra? Ez egy fontos kérdés, mert ugye megosztanak a vélemények, hogy mekkora veszteségekkel élte túl a magyar társadalom ezt a pandémiás időszakot. Igen, hát sajnos ugye tavalyról nincsenek adataink. Mi azt látjuk, hogy azok, akik a nyári hónapokban nyaralást terveznek, nekik a 42%-a, tehát 10-ből több mint 4 választadó, ugye fejenként 50 000 forintnál kevesebbet tervez költeni a pihenés alkalmával, és még 32% pedig 50 000 és 100 000 forint közötti büdzsével számol. Tehát ez azt jelenti, hogy közel a háromnegyede a választadóknak, tehát 74% az egyfőre vetítve, ugye 100 000 forintnál kevesebbet fog költeni nyaralásra. Egyébként érdekes, hogy itt is a férfi választadóknál valamivel alacsonyabb volt ez az arány, ott csak 67% adott 100 000 forintos vagy az alatti választ, és a nőknél viszont 82% volt ez a mutató. Van-e különbség, hogy belföldön vagy külföldön költenek a többet az emberek? Nyilván van, igen, de milyen arányú? Igen, jelentős különbségeket találtunk, ami érdekes ugye annak a tükrében, hogy az elmúlt időszakban azért sokat lehetett olvasni arról, hogy egyre drágább belföldön nyaralni, de még mindig azt látjuk, hogy akik belföldre indulnak, azok alacsonyabb büdzsével terveznek. Ugye a csak belföldön nyaralók közül minden második választadó tervez fejenként 50 000 forintnál kisebb büdzsével, és további 37% pedig 50 000 és 100 000 forint között tartaná a költségeket. Ezzel szemben, aki külföldön fog nyaralni, vagy külföldön is fog nyaralni, azoknak összesen 15%-a tervez 50 000 forintnál kisebb költséggel, és 50 000 és 100 000 forint között is csupán a 27%-uk tervez költeni. Mm-hmm. Tehát, ha külföldre megyünk, akkor kinyitjuk a bukszát, nagyjából ez a lényeg. Igen, igen, és egyébként a magasabb költési kategóriákban is azt látjuk, tehát ha azt hasonlítottuk össze, hogy 150 000 forint fölött hányan terveznek ugye fejenként költeni az utazás keretén belül, akkor a belföldi nyaralók között ez összesen 6%, és a külföldön nyaralást tervezők között viszont ez már 35%. Ha az országokat nézzük, ugye azt szokták mondani, hogy Horvátország drág, akkor meg ugye elhangzott, hogy Olaszország még egy népszerű úti cél, akkor itt költés tekintetében van különbség, hogy ki hogy tervez e két ország esetében? Igen, igen, tehát a két ország között ott jelentős különbségeket találtunk a között, hogy mennyit terveznek költeni az odainduló magyarok. A Horvátország esetében 52% tervez 100 000 forint vagy az alatti fejenkénti büdzsével, és Olaszország esetében ez az arány viszont csupán 18%. Világos, nagyon klassz. Érdekes volt, igen. Köszönjük szépen, jó munkát, szép napot kívánunk. Köszönjük nektek is. Szia. Forrás Dáviddal, a Bank 360 tartalomfejlesztési vezetőjével néztük meg egy általuk megrendelt és készített kutatás alapján, hogy hát hova is utazik a magyar és mennyit költ. Nos, most látom, hogy rövid hírek jönnek. Megint. Igen, Schmidt Andival. Utána jövünk vissza, folytatjuk a Millás reggelit. Itt a 90.9 Jazzy Rádion megnézzük, hogy a robotok vagy a humánok kereskednek jobban a tőzsdéken, illetve egy-két érdekességet még az olajpiacáról. Amikor beindulnak a robotok, akkor mi is történik? Ezt fogjuk megbeszélni Tunkli Danival, az Akkord Alapkezelő ZRT befektetési igazgatójával. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.